Az időjárás, mintha ismételné önmagát. Ugyanaz a szárazság uralkodik hazánkban és főleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amit tavaly, illetve már 2018-ban is tapasztalt a mezőgazdaság. Ez a jelenlegi vetési időszakban, amikor a kukoricát és a napraforgót vetik a megyében, megnehezíti a munkát. Ilyenkor több művelettel lehet eldolgozni a talajt, még jobban összekeverik a nedves részt a szárazzal, ezért nem sikerül teljesen optimális vetőmagányat készíteni, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. Bajlódunk vele, nagyon várjuk az esélyt, vártuk a múlt héten is, most is holnapra várunk országos esélyt, sajnos ilyenkor már az szokott lenni, hogyha nem országos esik, akkor Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kimarad belőle. Reméljük, hogy most nem. Tavaly a nagy szárazság után nagyon féltünk egy egyenletlen keléstől, és mégiscsak helyre igazodott, úgyhogy most is abban bízunk, hogy azokat, amit korábban elvetettünk, kukoricák és napraforgók is ki vannak kelve, azok még nedves talajba kerültek és szépek. A későbbi vetésektől nagyon félünk, hogyha nem kap csapadékot, akkor nem minden szem csirázik le, és majd az, amikor csapadékot kap esetleg, akkor fog lecsirázni, kikelni, és akkor már egyenletlen kelléssel az a növény, amelyik időben kikelt, az már konkurens lesz, és öli el fele azokat a kicsiket, árnyékolja, illetve a tápanyagot elszívja tőle, szóval nagyon nincs rendben. Nagyon kellene pár csapadékos nap, Rácz Imre szerint. 50-60 mm téli csapadékot mértek eddig ősztől kezdve, ráadásul egy száraz nyár után jött ez a folytatás. 500-600 mm-nyi, tehát egy éves szükséglet hiányzik a talajból. Az elnök szerint fontos lenne, hogyha egy kis csapadék esik, azt ne rögtön a folyókba vezessék vissza, hanem a víztározókba. A talajvízszint folyamatosan csökken az egyre melegedő és csapadékszegény időjárásnak köszönhetően, ezt a hiányt pedig pótolni kell. A vízhiányos időszakban lassan minden gazda belátja, hogy az öntözéses rendszer kiépítésének mekkora jelentősége van. 5-10 éve hangsúlyozzuk ezt a klímaváltozásnak a hatásait, de én azt gondolom, hogy a tavalyi évben, vagy a tavaly előttiben jutott el olyan törvényhozási szintre ezek a óhajok, kívánságok, hogy komolyan kellene foglalkozni ezzel az öntözéssel. Történtek is erre irányuló forrásárcsoportosításokat, csak a évi 17 milliárdra gondolunk évenként itt az elkövetkezendő 10 évben, de ettől nagyobb ütemben alakul át az időjárásunk, mint ahogy mi itt az öntözéssel ezt pótolni tudnánk, úgyhogy nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az öntözött területek növelésére, kiépítésére, csatornahálózatra. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy méter öntöző csatorna nem épült a régi rendszerben, így jelenleg nekünk nincs is olyan csatornánk, ami direkt arra épült volna ki, hogy vizevezetést folytassunk, és abból a gazdák öntözni tudjanak. Szerencsés megye, Behajdu, Bihar és Szolnok megye, ahol rengeteg ilyen öntöző csatornák vannak, amit ha kis ráfordítással is beüzembe tudnak helyezni, nekünk ezek a lehetőség sincsenek meg. A Szabolcs megyei homoktalajon csak a csapadék tud hűteni. Ennek hiánya miatt, ha a meteorológia nyáron például 32-36 fokot ígér, akkor a megyében azt rögtön 36 foknak érezzük, tette hozzá Rácz Imre. Ezért a lakosság szempontjából is fontos lenne, hogy vízfelületeket hozzanak létre. Az Agrárminisztérium közleményéből kiderül, idén április 6-áig 16 aszálykárt jelentettek be országos szinten. A megyei elnök szerint a következő napokban egyre többen jelenthetnek be további eseteket a kalászosokra, ha a héten sem lesz csapadék, illetve a múlt hétvégi vihar is több helyen okozott károkat, például dinnyeföldeken vitte el a fúliát a szélvihar.